Üdvözlök mindenkit! Egy vlog videó következik, és ebben a vlog videóban a jó szakember munkáját fogjátok látni, és meg szeretném mutatni, hogy 3,5 nap alatt tiszta egyedül hány négyzetméter kőzet gyapottat rögztem. Megfordítom a kamerát. Így néz ki a tűzfal, vagy 18 négyzetméter kell még a mai nap rögzítsek, hogy kész legyen a tűzfal. Mutatom nagyjából a tűzfalat. Egyébként rengeteg vlog videó van a kőzetgyapott rögzítéséről. Akárhová teszem a lécet, látjátok, hogy tökéletesen fekszik. Tehát tökéletesen fekszik, akárhová teszem a lécet. Itt van mondjuk egy olyan 2 mm eltérés. Hát ez a kis eltérés, például itt is olyan 1 mm eltérés van. Azért van, mert a kőzetgyapott lapok enyhén görbék, és amikor rögzítem őket, vagy a két sarka áll kintebb, vagy a közepe. Egyébként ezt a falat zsinór után falasztam fel, vagyis zsinór után voltak rögzítve a kőzetgyapott lapok, és elméletileg és gyakorlatilag ez a fal tökéletes. Rengetegszer megemlítettem azt, hogy a kőzetgyapott lapokat maximálisan szorítsátok össze, ne maradjanak hézagok a lapok között, mert a kőzetgyapottat nem szabad, vagy a kőzetgyapott hézagokat, fugákat nem szabad kitöteni púrhabbal, mert a púrhab vezeti a tüzet, és akkor az adott falunk nem lesz tűzálló. A másik fontos dolog pedig az, hogy kőzetgyapottat nem szabad megcsiszolni, mert hogyha megcsiszoljátok, akkor lecsiszoljátok róla ezt a durva részt, és a ragasztónak a felülete, vagy tapadási felülete, bocsánat, fog csökkenni. És fennáll annak a veszélye, hogy a ragasztó el fog válni a kőzetgyapottól. Úgyhogy a kőzetgyapottat tilos csíszolni. Arra kell odafigyelni, hogy ne legyen farkasfogas a fal, hogy ne kelljen sokat javítani az adott falat, vagy a hibákat. És ahogy említettem az előző videóban is, a ragasztó mennyiségre figyeljetek oda. Meg legyen a ragasztó mennyiség az adott szigetelő lapokon, kőzetgyapott lapokon, és így egy tökéletes munkát fogtok végezni. Fog következni a dűbel. Tehát fog következni a következő vlog videóban a dűbelezés. A dűbel mennyiséget a dűbelek tesztelése, vagy a dűbel tesztelése adta meg. Ez azt jelenti, hogy a sarkokra fogok fúrni 6 darab dűbelt egy labba, egészen 1,5 méterig. Tehát a két sark úgy lesz feldűbelezve, és a közepére csak 3 darab dűbelt fogok fúrni. Így, ahogy látjátok. Eddig 6 darabot fúrtam egy labba, de megérkezett a dűbelt teszt eredménye, és a Stó cég, aki tesztelte a dűbeleket, jóvá hagyta azt, hogy elég 3 darab dűbel egy kőzetgyapott labba. Úgyhogy ennyit a dűbelezésről, fejleményeket fogjátok látni a következő vlog videóba. Írjátok le a véleményeteket a munka folyamatáról, a munka minőségéről, lájkoljátok a videót, és szép napot mindenkinek, sziasztok!